Csorba piroska, egy kamasz naplójából. Anya, olykor sírva fakad egy filmen. Egy könyvön, egy versen, egy dalon, egy semmiségen. Miért érzem úgy, hogy a saját életét csiratja? Anya, hol barátnő, hol meg kapitány? Nem tudok kiigazodni rajta. Anya szomorú, ilyenkor nem szólal meg mintha lebeszélte volna az egyenlegét, és most várja, hogy feltöltsék. Anyu, emlékszel még milyen voltál hetedikes korodban? Te minden lány bírtál az osztályban? Jaj, dehogy! Krisztát kifejezetten utáltam. Miért? Milyen volt? Tökéletes, karcsú, csínos, szép, sőt gyönyörű és okos a legutolsó divat szerint öltözködött. Én meg a nővéremtől örökölt ruhákba jártam, és ronda voltam. Az kizár dolog, anya! Te nem lehettél ronda! Mindenki azt mondja, tökre úgy nézek ki, mint te. És én szép vagyok. Félhattól ne zavard anyát. A mobiát kikapcsolja, leveszi a kaputelefont. Nézi a sorozatot. Az ötödik évadból a 163. folytatást teljes figyelemmel. Ilyenkor aláírja az ellenőrzőtben a beírást és az egyeseket úgy, hogy közben lesen veszi a szemét a képernyőről. Viselj el engem akkor is, ha elviselhetetlen vagyok, és szeres akkor is, ha nem vagyok szerethető, ha még magamat sem tudom szeretni. Ne szígy le, ha újra meg újra elfelejtek valamit, mert a szidásokat nem felejtem el. Csak úgy teszek, mintha nem érdekelne. Nem mond, hogy csalódtál bennem, mert épp eléggé fáj, hogy én is folyton csalódom magamban. Ne foggas, mert akkor biztosan nem tudom elmondani, amit nem tudok elmondani. Ne utasíts rendre, ne parancsolgas, mert azzal megakadályozod, hogy én parancsoljak magamnak. Ne példálúz, mert elveszed a kedvemet, Legyél olyan velem, amilyen akkor voltál, amikor még nem születtem meg. Emlékszel? Te mesélted, hogy csak vártál és szerettél, figyelted, ahogy rugdolózom oda benn, és elképzelted, milyen jó lesz megölelni engem. Mi lenne, ha meg se próbálnál nevelni? Csak szeretnél engem, és örülnél, hogy vagyok.